Rengeteg filmnek van kettő vagy akár még annál is több befejezése, amik különféle tényezők miatt készülnek el a moziba kerülés előtt, olykor az utolsó pillanatban. Több horror is így járt, hogy másképpen kellett véget érnie, mint ahogy azt a készítők eredetileg tervezték. Ebben a videóban pedig direkt olyanokat válogattunk nektek össze, amik a mindenki által ismert befejezés mellett jóval sötétebb végkifejlettel is rendelkeznek, és fontos kiemelni, hogy a téma miatt most egyáltalán nem fogjuk elkerülni a spoilereket. Jöjjön 8 horrorfilm alternatív befejezés. sure. A Motel című filmben három turista európai kiruccanása elég sötét fordulatot vesz, ugyanis olcsó piák és könnyűvérű nők helyett egy titkos társaság várja őket, akik mások fájdalmában lelik örömüket. A túlszulejtett triumvirátus különböző beteg kínzásokat kell, hogy elszenvedjen, majd csak a főhős Paxton tud elmenekülni a börtönből. Mikor már túl van mindenen, egyszer csak belefut egyik kínzójába egy vasútállomáson, ahol a nyilvános WC-ben könyörtelenül kivégzi őt. A filmnek eredetileg azonban ennél durvább végkifejletet szántak. Paxton ugyanúgy az állomáson látja meg fogvatartóját, ám fiatal óvodáskorú lányának társaságában. Útjaik szétválnak a mellékhelyiségnél, és mikor a gonosz üzletember kijön a slóról, már azzal kell szembesüljön, hogy Paxton elkapta a lányát, és felpattant vele egy azonnal induló vonatra. Ez egy igazán nyomasztó vég volna, ami a gyerek téma miatt eléggé ingoványos talaj, ezért inkább nem merték felhasználni a készítők, így kaptuk meg végül a kevésbé sötét, de annál véresebb befejezést. Jordan Peele nagy sikerű Tűny el című filmje is rendelkezik egy jóval komorabb befejezéssel. Mi azt láthatjuk, hogy a sok megpróbáltatás után Chris végre megmenekül az Armitage kúriáról, ahol testébe egy vak öregember tudatát akarták átültetni, ezután pedig saját barátnőjével is végez, aki szintén egyik fogvatartója volt. Ahogy folytogatja a lányt, egy rendőrautó fényére lesz figyelmes, és kiderül, hogy megérkezett a felmentő sereg biztonsági őr haverja Rod személyében. Az eredeti befejezésben azonban nem barátja ült volna a kocsiban, hanem tényleg a fakabátok, akik a félreérthetetlen szituációt látva azonnal letartóztatják őt, mivel lehetetlen kimagyarázni, hogy kiirtottál egy látszólag ártatlan családot, felégetted a házukat, majd az egyetlen túlélőt halára folytottad, így a következő jelenetben Kriszt már a börtön beszélőjén láthatjuk, ahol raddal dumágat teljesen beletörődve a sorsába. A tesztvetítésen a nézők nem túlzottan értékelték, hogy a főhős ilyen sorsra jut, bármennyire is jól tükrözte ez a befejezés a feketék jelenlegi helyzetét Amerikában. Ezért a készítők úgy döntöttek, hogy inkább újraforgatják a film végét, és hagyták Kriszt megmenekülni. A para jelenségek első része nem egy, hanem legalább három alternatív befejezéssel büszkélkedhet. A mozikba az a végkifejlet jutott el, amiben Michael nekirepül a kamerának a megszállt Kéti által, aki búcsúzóul még ránk vigyorog a stáblista előtt. Eredetileg viszont Michael halála után megjelent volna a színen a rendőrség, akik szitává lövik a lányt. Ezt a jelenetet állítólag a tesztvetítésen nem díjazták sokan, de az a hír is felröppent, hogy a stúdió nem örült annak, hogy egy potenciális franchise első részében rögtön kiiktatnák az emberi testeket Erbi ilyen nek használó démont. Ezt követően a készítők összehoztak egy olyan befejezést is, ahol Kéti besétál a hálószobába, belemosolyog a kamerába, majd elvágja a saját torkát, és emellett még íródott egy olyan jelenet, hogy a csaj PP veri Michael t az egyik kamerájával. Végül ezek közül mindegyik ment a levesbe, és a rendező azóta többször lenyilatkozta, hogy nem volt túl boldog, amiért meg kellett változtatnia az eredeti elképzelését. A 2013-as zseniális gonosz halott remake végén mi a leszámol démoni verziójával, és habár egyik karja bánja az esetet megmenekül a borzalmak elől. Az alternatív verzióban viszont a film itt nem ér véget, és láthatjuk, hogy az országúton sétáló lány erejét vesztve összeesik, majd megmenti őt egy arra járó ember. Mi a megmentője autójának hátsó ülésén pihenget tovább, amikor egyszer csak kinyitja a szemét, amire ránézve rögtön kiderül, hogy még mindig benne lakozik egy démon. Ehelyett viszont ennél a filmnél is a készítők a megúszós utat választották, és inkább egy reménytelibb végkifejletet adtak a főhősnőnek. A 28 nappal későbben egy vírus vérszomjas fenevadakká változtatja az embereket, és a szörnyűségekkel teli filmnek Danny Boyle egy igencsak idilli befejezést készített. A főszereplőt Jimet lelövi egy katona, de szerencsésen felgyógyul sérüléséből, és ezt követően a film többi túlélőjével békésen letelepedik egy házban, hogy szimplán kivárják, amíg a fertőzöttek kipusztulnak. Ám eredetileg nem így került volna pont a sztori végére. Az egyik leforgatott alternatív befejezésben, miután Jimet meglövik, elszállítják egy elhagyatott kórházba, ahol két társa hosszasan próbálja megmenteni őt, de a férfi végül életét veszi. A lelkileg teljesen megsemmisült lányok ezután szótlanul kisétálnak a kórházból, egyenesen vissza a halára ítélt világba. Ezzel Jim története keretes szerkezetet kaphatott volna, hiszen a film elején egy kórházban tér magához, és később kalandja ugyanott ér véget. Viszont itt is inkább a happy end mellett tették le voksukat a készítők. A Barlang című horrorban egy csapatlány útját keresztezi pár föld alatt élő vérszomjas szörnyeteg, amik egyesével végeznek velük, mire már csak a főszereplő szárá marad életben. Ő csodával határos módon elmenekül, bepattan autójába, és még sokkos állapotban elhajt, amilyen messzire csak tud. Az alternatív befejezésben szara viszont csak álmodja ezt az egészet, és a Barlang mélyén tér magához, ahol körbeveszik őt a gyilkos lények. Ezt a verziót az amerikai nézők számára túl sötétnek titulálták, ezért ők a happy endet kapták, míg a világ többi országának a reménytelen végkifejlet jutott. A Z világháború az egyik legkülönlegesebb résztvevője a listánknak, mert ennek a filmnek az esetében nem csak a végét dolgozták át, hanem kb. mindent. Elég sok minden változott út közben a részben Magyarországon is forgatott zombis mozi cselekményében, így jutottunk el oda, hogy a főszereplő Jerry létrehoz egy szert, amitől az emberek láthatatlanná válnak az élőhalottak számára, majd családja szerető karjaiban éri őt a stáblista. Eredetileg azonban nagy akció terveztek a film utolsó harmadára, ami Oroszországban játszódott volna. Itt Jerry egy csapat zombi vadásszal írtja az élőhalottakat, amikről időközben kiderül, hogy a hideg ellenük a legjobb fegyver. Mire a főhős eljut oda, hogy hosszú idő után végre hazatelefonáljon, kiderül feleségéről, hogy Floridában él lányukkal egy menekült táborban, ahol a túlélés érdekében mindenkinek fel kell ajánlania valamit. Nos, az asszony önmagát ajánlotta fel a film elején őket megmentő katonának, akivel azóta együtt van. Ez a lehangoló befejezés és a teljes moszkvai zombihentelős cselekmény végül ment a levesbe, és kaptunk egy Jerry számára mindenképpen kedvezőbb végkifejletet. that. A boldog halálnapot ideálisan ér véget a főszereplő Tree számára, megtalálja és leszámol gyilkosával, ezzel véget vetve a halálától újrainduló időhuroknak, emellett szép kis jelenfejlődésen megy keresztül, és még a szerelem is rátalál, ezért nagyon kiakadtak a tesztvetítés nézői, amikor az eredeti befejezésben a főhős végül újra meghal egyetemi professzorának féltékeny felesége kezei által, és ezzel újra visszakerül születésnapjának reggelére. A rendezőnek muszáj volt búcsút inteni ennek a befejezésnek, mert a tesztközönségnek nagyon nem tetszett, és elárulva érezték magukat a film végén. Ez volt 8 horrorfilm alternatív befejezése. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha még nem vagy a Freak Show Horda tagja, iratkozz fel a csatornára. Mi hamarosan új videóval érkezünk, addig is megtaláltok minket Facebookon és Instagramon. Na sziasztok! Ez pedig a videó alternatív befejezése lenne, ahol boldogan továbbállok annak tudatában, hogy egyetlen olyan komment sem érkezett, hogy hát ezek a jelenetek nem is durvák, vagy kihagytad ezt meg azt a filmet. Na sziasztok! you <music>